Jó reggelt! Szia! Lemegyünk. Szia, Marcs! Mi van után? Lemegyünk. Jó. Téged vártunk amúgy. Hogy vagy? Jó vagy? Egyet tudok csak kiadatom. Barbie, mi van a pizsiden? Még egyszer? Beckman. Megmutatod? Már láttátok. Ki látta? Én láttam, mert én vettem. Sziasztok, jó reggelt! És persze megint beletelefonáltak a mondandomba. Ez egyszerűen hihetetlen. Ehhez az embereknek valami érzéke van, hogy a futár is mindig akkor hív, meg mindenki mindig akkor hív, amikor éppen beszélek. Jó, tudom, mostanában nagyon sokat beszélek, de tőlük vlogolni felejtsd el. Kit érdekel? Ha ő telefonál, akkor én csöndben legyek. Meg akkor gyerek is csöndben legyen, akkor mindenki csöndben legyen. De amikor én elkezdek beszélni, ő nyugodtan telefonálat közben. Kit érdekel? Szóval, milyen nap van ma? Azt sem tudom, hétfő. Manó ma már sokkal jobb bőrbe van, illetve nem megy már a hasa se, legalábbis eddig még nem ment, aztán ki tudja. Egészen nyugis volt most az éjszaka. Csak egyszer kelt fel, én annál többször, hála Milánnak, de ő nyugton tudott aludni. Norbi ma még nem ment oviba, szerintem holnap se fog, biztos alapon. Meglátjuk. Tegnap még borzalmasan gyenge volt, meg levert. Egész nap ilyen kis kómás volt, és nem volt semmihez se kedve. Aztán utána estére megbolondult, nem tudom, hogy mi történt vele, itt valahogy elindult a kacsatánc, és akkor elkezdett betáncolni. És akkor attól úgy nagyon jó kedve lett, de utána fölment, és abban a pillanatban, hogy letette a fejét, az ágyra is aludt. Nem, mikor kelt? Ilyen 10 fele, fél 11, nem is tudom mennyi most az idő. Úgy néz ki, hogy kijön nagy nehezen ebből a ízéből. Én nem voltam valami jól tegnap, egész nap olyan, nem tudom, olyan hány ingerem van, de ez lehet a kimerültségtől, annyi mindentől lehet, hogy én már nem nagyon tulajdonítok neki nagy jelentőséget, meg a hideg is rázott már este, a francsit ugye ma se vagyok jobban, de hát mindegy. Elvileg ma nem megyünk sehova, de ha minden igaz, itt csapank elmegy a Bauhausba és hoz nekem egy ilyen sarokba való, ilyen kis polcos, mit tudom én, micsodát a fürdőszobába, azt fogjuk felrakni. Csomagot kaptam live, és az indíték beszédes, figyeled? Vik, mi ez? Ágynemű madafaka. Karácsonyra, ha. Rendeltem két ágynemit, van egy ilyen weboldal, hogy raktárkiárusítás, vagy raktárürités.hu. Mit tudom én, hogy mi a neve? Na mindegy, 15 000 forintért rendeltem 4 darab ágynemüt. Mert ez így van kettesével csomagolva. Már rendeltem egy pirosat, és az nagyon-nagyon jó volt, meg nagyon tök jó anyagból volt, meg minden. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor rendelek még egy ilyen ágyneműt magunknak. De kell adni egy lyukat. Milyen lyukat? Ide. A macskáknak? Igen. Jó. Két nagy párna van benne, meg két takaróhúzat. Kircsi! Nézzétek meg az oldalon, egyébként nagyon sokféle ágyneműjük van, úgyis szerintem tök jó. Ne vidd ki. Maciknak. Macskák! Ne vidd ki a macskáknak! Még ne vidd ki, majd vágunk rá lyukat. De figyelj, már annyi lakhelyük van azoknak a macskáknak, már lassan nagyobb helyük van, mint nekünk. Már egy kastélyt lehet építeni abból a sok dobozból, ami kint van nekik. Majd ezt megcsináljuk a bentieknek. Az! Nekik meg lesz vele a házuk is. Ez lesz a házuk. Hogy érezt ilyenkor, hogy utálom, érted? És akkor így dünnyög nekem, hogy a franc apofáját eltarthat néhány percig. És általában nem csak néhány percig szokott tartani. Úgyhogy... Arra gondoltam, hogy múltkor elmaradt az aranyag, amit ide tervezek a konyhába felrakni, úgyhogy most azt is gyorsan akkor most megcsinálom. Mine,
faszom. Faszom dekoráció. Gyerekek, ha valamivel üzébe lehet tenni sírba, az a bogyó és babóca. Nem, nem, ezt nem bírom. És majd megint el kell kezdeni újra előről az egészet, mert hogy majd a Milán is nézni fogja, de jó lesz. Édes drága kenyér. Na, most megkeressük a szögbelövőt, remélem, hogy itt lesz valahol. Mert mint hogyha a múltkor... Ja, most egyébként tök jó, hogy ezt felkapcsoltam itt meg le. Szóval egyébként, hogy tök jó, hogy a múltkor megtaláltam nagyjából, aztán jól is ott is hagytam. Volt itt Imrénk. Habám, elkészült a remek mű. Hát egyszerűen gyönyörűen, csodálatosan meseszép lett. Nagyon-nagyon szép. Egyszerűen eszméletlen jó vagyok, itt hagytam. Itt a szögbelövöm, ez az. De persze miért is lenne ez ilyen egyszerű? Természetesen a szögbelövőt megtaláltam, a szögeket hozzá, nem? Miért? Ó, hát én pont egyik csavarkozója, ezért kapni fogok, hogy itt volt. Na jó, megvannak. Megvan! És találtam még egy kincset is. Igen. Neked kincs. Nekem meg hoppá. Hoppá! Hoppá! Nem a karácsonyos tisztítés cuccaiban. De. De most megvan! És hogy örülsz neki? Látod? Na, megtaláltam azt a nyomvat szögbelövőt, most már tényleg megpróbálom valami, ezt minden évben megfogadom. Nyugtassatok meg, hogy ti is szoktatok ilyet csinálni, hogy nagy nehezen megtaláltok valamit, és akkor most akkor biztos, hogy olyan helyre fogom tenni, ahol legközelebb megtalálom, és olyan helyre próbáljátok megtenni, de egy év alatt például tökre elfelejtett, hogy hova tetted egy éve karácsonykor a szögbelövőt, mert hogy az év többi napján amúgy rohadtul nem kell. Na mindegy, most akkor így. Megvan. Apa, ja nem. Az nagyon jó, de azt nem most kerestük. Az nem most kellett volna. Apa meg hozott a horgászboltból Damilt, mert azon fog majd itt lógni az a faág, amit lefújtunk az előbb a kertbe, és most nem tudjuk, hol van a Damil. Mert hogy ezt tegnap vette, és ez már nagyon rég volt. És nem tudjuk, hogy hol van, de most megtalálta a colstokot, amit nem most kerestünk, hanem napközben. De most már, hogy nem kell, most már megvan. Borzalmasak vagyunk. Akkor ez megvan. Szerintem felrakjuk azt a nyüves ágat most már végre. Annyira nevetségesen korán sötétedik, hogy így már most majdnem kuksötét van odakint, és nem is tudom, mennyi az idő. Mondja Maunika, 4 óra. 4 óra van, és már most olyan sötét van kint, mint hogyha valami este 8 lenne. Olyan szinten lehúz, meg így olyan vagyok egész nap. Olyan nem tudom, hogy szaggatok. Olyan laggoltan mozgok, meg csinálok dolgokat. Nem tudom, nagyon furi. Christmas time, I light up a fire, gather friends and family, have a bite to eat and some Christmas sweets, chilling out and watch TV, wrapping up the gifts with my fingertips. Elkészültünk a faággal, nem volt túl egyszerű, de megoldottuk apával, nagyon ügyi volt. Hát azt sajnálom, hogy a felrakást nem tudtam rögzíteni, mert hát ugye Robi azt kellett hozzá 100%-osan, de vicces volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott van, reméljük, hogy nem fog elszakadni a Damil. Bazi vastag Damilt vettünk, úgyhogy remélem, hogy ez úgy, ez a három így majd megtartja. Mi van szívem? Nagyon ügyes vagy. Norbi éppen tornyot épít a karácsonyi dísztekből, úgyhogy nagyon szép lett. Nekem nagyon tetszik, szerintem tök jó. I'm not one of them, the three wisest men, but I got an open heart. If
If you feel alone, just stop by my home. I don't care about who you are. If you make the trip, have a little sip, talking about the good old times. How they... Az állásba hogy megy tönkre egy égősor? Nem tudom. És ez mi? Már! Ez is jó. Én gobózom a gubót. Én gobózom a gubót. Én nem csináltam semmit. Várjál, még nem erőj le, hagyd néztem, hol vagy. Vagy hogy vagy, vagy mi van. Hurrá lesz. De ezt hogy? Ezt valaki magyarázza el nekem, hogy ezt hogy? Tehát, hogy én nem így raktam el. Hát akkor nem, ezt nem tudom, mi raknék vele. Összebogózódott álmában, vagy nem tudom, begobózott. Ez nem igaz. Ja, amúgy van egy jó hírem. Találtam 3 doboznyi jégcsapot. Úgyhogy elvileg nem kell elmenni érte. Na, de jó, 23. De akkor ez azt jelenti, hogy ha megcsinálod a kutyusokat, akkor meg kéne csinálnod azt is. Kitakarítod a ebeket. De majd kimegyek veled, mert izdén, mert én meg akkor feldíszítem a kis házat. Az én házamat? Igen. De nem ma, mert sötét van. Sötétben nem dekorálunk. Jó ég, ez itt van! Mi ez a gorbeuszi csomoló? Igen! Hol a vége? Hol az eleje? Igen. Ó, de ez egyébként ez jó aránya, 3 sorból 2 ég. Ja, hozok a gyollót! Na, elgurult a golyó. Komolyan? Állandóan leborult! Látom, szívem, neked is bajod van már. Neked? Hát, mert állandóan leborul. Hát igen. Hát, mi újabban mindent tagoltam, mondd el. Nagyon jó vele beszélgetni. Oh, megvan, kiszabadítottam, de rohadt. Na. Kihaj? Kihova? Oké. Okay. Jössz velünk bűvádni, Rüben? Jó neked. Ura szép. Nem szeretem ezt. Hallottátok? Neked mi bajod van ott? Mit nyűnyörögsz? Don't stop me now! Fú, de kivérődött a reklámtól. Úgy érzi, hogy minden fal az egyre nehezebben esik? Nem az, hogy akkor ne egyél annyit, nem? Szedj egy gyógyszert. Köhintett egyet a gyerek? Szedjen gyógyszert. Olyan lesz, mint Abel. 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 Ez egy Shaolin harcos vagyok. A jövőből jöttem. Na jó. A Norbi kapta karácsonyra a keresztapjától tavaly. És most megtaláltam, de el volt törve, gondoltam, megragasztom. Megragasztottam, csak odaragasztottam a pultba. Nem jön le. De ez tényleg, ez alá komolyan nem jön le innen. De én mondtam, hogy te ragadd meg. Hát, oké. Vágjuk ki. Yeah.
még a kész sem állt be. Nézd! Ott volt a téla csika. Javas is, akkor sajnálom a pultot. Én is, de hát most... De én oda nem is kentem már ragaszkó. Oda csorgott szívem. Bibis apa ujja, igen. De azt nem én csináltam. Ezt a macskák csinálták. Vagy az a spaszom. Dörgövesztottam. Most tényleg olyan, mint a háború olyat van. Szia. Húsrácok, olyan szinten keményedik a hasam, meg nem tudom, hogy most a Milán rúg ilyenkor, és azért fájdul meg, vagy nem tudom, de olyan... Au. Belenyilalt egyszer-kétszer, és nem volt jó, és megint. Au. Szóval, hogy így nem tudom, hogy ez most a fáradtság, vagy az egész napos ugri-bugri, és csak egy kicsit... jelezni akar a testem, hogy hát ez már nem úgy megy ám, anya. Elkészültem itt fönt a dolgokat, megcsináltam a Milán szobájába is, felraktam a fényeket itt nálunk is, Norbinál is. Még egy nem itt kéne húznom. Nincs kedvem. Miért nem jön valaki, aki felhúzza a helyet sem? Jaj, de olyan finom illata van. Imádom a friss egynemű illatot. És ez már ilyen kis karácsonyos madafaka. Ezt is onnan rendeltem, ahonnan a másik két egyneműt. Tele vagyok ilyenekkel. Ugye, ahogy dekoráltam, azt a faágat, egyfajtában nekiütköztem, meg beleütköztem. Szerintem a hajam is olyan ittott. Van szép arany. Aranyhaj. Amúgy szerintem annyira még nem is gáz a síró. Na mindegy, mert még ezt még megálmodom, hogy most van-e nekem még türelmem? Na van-e nekem még türelmem hajat mosni? A hasam ez rohadtul keményedik, úgyhogy ha hajat is mosok, akkor biztos, hogy nem a behajolgatós témával, mert... Au! Amúgy emiatt a sok haskeményedés miatt gondolom én azt, hogy nem lesz ebből január, mert egyre többet keményedik, és egyre gyakrabban. És látványosan lejjebb ment a hasam, és ugye ez a szülést megelőző állapot elvileg. Hát nem tudom, én nagyon örülök neki, mert végre tudok sóhajtani egy egészségeset, nem akarok egyfajtában megfulladni, meg nem kapkodom a levegőt, meg nincs állandóan légszomjam, de nem tudom, hogy ez most mit jelent. Tehát most akkor gondoljak arra, hogy mondjuk holnap pakoljam össze a kórházas cuccomat, vagy ne fessem az ördögöt a falra, nem tudom. Hol tartottam? Szóval... Annyira mondom, hogy december lesz belőle, hogy a végén tényleg karácsonykor fogok szülni, és én azt nem szeretném. Nagyon szeretnék itthon lenni karácsonykor, úgyhogy édesfiam, vagy most szüles, vagy karácsony után. Ha ki akarsz onnan jönni, akkor még karácsony előtt, jó? Hogy hazaérünk még karácsonyra, jó? Utána 23, 24, 25, hagyj békén, és akkor utána megint jöhetsz, jó? Lebeszéljük itt a fiatal emberrel szerintem, egyébként is a fiúkkal jobban tudok szót érteni, szerintem, hogy megdumáltuk. Nagyon fáradt vagyok. Egyébként... Egyfajtában ásítozok. Jaj, borzalmasan fúj kint a szél, konkrétan ilyen tornádó van. Pont beszéltem a barátnőmmel, kint állt a teraszon cigizett. Alig hallottam belőle valamit. Mondtam neki, mondom, figyelj, mondom, lefekszel aludni, onnan áll, hogy Smaragdvárosba kelljél. De mondom, ha mégis, akkor valami jó dolgot kérjél Ósztól. Nem észre szívet, meg bátorságot, annyira pitiáner. Valami jót, valami... Nem is tudom. Ez egy jó kérdés. Van egy ötletem. Írjátok nekem meg lent kommentbe, hogy ha ti eljutnátok Ószhoz a nagyvarázslóhoz, és kívánhatnátok egyet, de csak egy valamit, akkor mit kívánnátok? De nem éri
összetrolkodni, jó? Okosan. De tényleg, van egy kívánságotok óznál. Mondjuk lefekszetek aludni, és reggel Smaragdvárosban ébredtek, és ott van Óz a nagy varázsló, és kérhettek tőle egy valamit. Én is gondolkozom rajta közben, hogy mi azt ezt kérnék. Új mosógépet! Pazira fúj a szél, tiszta ijesztő hangja van egyébként. Valahogy azt érzem, hogy ma se fogok egyedül aludni. Mármint, hogy szerintem ma is át fog jönni a Manó, mert ő nem szereti a villámlást. Az ő nyelvén a hullámzást. De mondjuk villámlani nem villámlik, de rohadtul sikítozik, de kint ezt él. Ilyeneket csinál, hogy ez aztán a hangeffekt, mi? Ez a széleffekt, ha valakinek valaha is széleffekt kéne a videója alá, szóljon, én imitálom. Vihar van és dörög, meg mit tudom én, akkor vége van a világnak, és anya, félek a hullámzástól. Na ez a hullámzás is basszus. Halljátok, mire rájöttem, hogy ez mi a túró, hát én megőszültem, beleőszültem, mire rájöttem, hogy mi az, hogy félek a hullámzástól, mondom, hogy tengeri beteg a gyerek, vagy mi a szösz. Hát nem is voltunk meg tengeren, se hajón, és már így le van írva ez a történet. Nem, hát a villámlástól fél, de azóta is azt mondja, hogy hullámzás. De mondtam neki, hogy ez nem hullám, hanem villám, de nem, az hullámzás. Ez olyan, mint a Batman. Reggel is ugye kérdeztem tőle, mi van a pizsamádon, Batman? Mondom, Batman? Nem, Batman. Ennyi, ez Batman maradt, kész. Ennyér. Tényleg fel kéne húzni, mert ezt a ruhat egy nemük, mert ebben nem élünk meg, de... Annyira nincs kéne olyan hozzá. Valaki jöjjön és húzza fel helyettem. Léci. Megvan, Ósztól házi rabszolgát kérek. Egy házi rabszolgát. Dobit a házi... Dobit kérném, tényleg! Dobit a házi Manót, néha kivasalgat. Felhúzza az ágynemű, tiszta, aranyos, meg jó fej. Kis gazdám! Tudhatna, hogy gazdám. Jó Istenem, úgyhogy igen, Dobit kérném a házi Manót, ő cuki. Jönne, menne, odarakna egy mosást, kivasalgatna. Ezt kérném Ósztól, Dobi a házi Manó. Megvan. Na! Ne haragudj, segíteni akartam. Ne haragudj, hallod? Én meg itt mondom, odébb teszem, segítek felhúzni. Cuki vagy. Olyan rossz, csak segíteni szeretnék meg. Olyan sok mindent csináltam. Hát de te is csináltad velem egyet. Hát nem olyan sokat, most ezt az ágat fölraktuk a felemben. Hát azért az elég nagy izé volt, Múli. És mondjál azt, hogy... Hát, felhúztam az ágynemet, de a Robi ott van, nem volt kezdve, mondtam neki, hogy húzza fel magát. Ez viszont vicces. Nem, elfordult, nem vicces. De ez vicces. Most, hogyha én engem is mutatnál a kamerával, és oda mentem volna, és így belegyomtalak volna teljesen, és begomboltam volna. Látjátok, milyen kedves? Hogy utálok ágyneműt húzni? Én is szeretem. Hogy a csücske sose ott van, ahol kell lennie. Csücsök! Bácsony van már csak. Hát karácsony, kettő van nekik, van egy karácsony, meg egy egész évben. A karácsony után visszacseréli azt, ami egész évben van. Ez komolyan egy szívecske alakú valami. Mi ez? Mi az? De az énepedő, nem? De mi ez rajta ez a szívecske? Mi a szívecske? Hol? Hát itt. Mint a? Egy. Ez egy 5000 éves lepedő.
szét van kopva, már kék, nem fehér, de van rajta egy szívecske. De most nem új ágyneműt, nem olyan ágyneműt hoztál, ami... De igen, de ez lepedő. Azt, de lepedő nem jár az ágyneműhöz. De persze. Hol élsz? Hol élsz? Azt hittem. Gyere. Egy komplet garnitúrában én azt gondolnám, hogy tegyenek bele két takaróhúzatot, két párnahúzatot és egy lepedőt. Két nagy párnahúzat, meg két... Sőt, két nagy párnahúzat, két kis párnahúzat, két takaróhúzat és egy lepedő. Te melyik bolygóról jöttél? Meg de komolyan. Lehet, szóval, hogy ez mi? Hát az a csücsök jelölő, hogy azt a csücskét kell tenni a bal felső sarokba. Hát, egy misztikus szívecske alakú folt van. Az 5000 éves lepedőn. Szerintem ez még az a lepedő, amit még anyától kaptunk. Anyámtól? Anyától. Karácsonyi ágynemű. Áthúztam, ügyes vagyok. Úgy döntöttem, hogy akkor karácsonyi. Szépen ki van vasalva, úgyhogy befejeztem. Aludj jól. Jó reggelt, sziasztok! Lehet, hogy ez valami új izé. Hep. Nem tudtam lezárni a tegnap esti vlogot, mert borzalmasan elfáradtam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkezdett keményedni a hasam. Úgyhogy gyorsan lezuhanyoztam, és bedöltem a frissen felhúzott ágyneműbe. Mármint, hogy nem az ágyneműbe döltem bele, illetve hát abba is, mert nem tudom ti, hogy vagytok ezzel a sztorival, de engem ez az ágyneműhúzás kikészít. Belerakom, megvan a két csücske, és amikor elkezdem így összerázni a végén, hogy akkor izé, bele van bújtott az egész takaró, valahogy állandóan megfordul. Én ezt nem, én már Móni kérem szépen, én így nem tudom kivitelezni. Egész jót aludtunk, Manucska is, hát olyan 8-ig húzta. Reggel 8-kor jött át a mesekönyvével, hogy meséljünk. Én meg ez a... Bírtam ki itt ezt alatt, mondom, mi van? Meséljünk. A macika, még ki se nyílt a szemem, hagyjál már élni. De meséljünk, jó. Viszont, mivel nem záródott le a tegnapi vlog, mondtam, hogy akkor most kipróbálunk egy ilyen kétnapos cuccot, és vlogolok, aztán megpróbálom valahogy így összevonni a két napot. Mert hogy ma van, az volt a születésnapja. Mára lett áttéve a játszóházas buli. Norbi még mindig a Kristófnál tart, de mindegy, ilyen részletekkel nem foglalkozunk. Már 45-ször elmondtam neki, hogy nem, de mindegy. Mert az meg egyébként vasárnap van. Mit akartam mondani? Már megint nem tudom. Néha fel kéne írnom már, basszus, mindent elfelejtek. Akkor ez egy ilyen kétnapos videó lesz, majd még nem tudom, hogy fogom ezt így összevonni, vagy értitek. Miért se csináltam még, és nem szeretem, amikor valaminek ilyen se füle, se farka van, de olyan szinten bealudtam, meg elfelejtettem elköszönni tőletek, hogy sorry. Na mindegy, megfőzöm a jó kis zöldalmás zöldtálmat. Remélem addigra Patinak felkerül a új vlogmas rész. Ne tudtam volna még aludni, de jó. Álmos vagyok. Annyira nincs kedvem. Utálom azt a helyet. Nem szeretem a játszóházakat, sajnálom. De hát muszáj néha elmenni, főleg ilyenkor télen. Nyáron annyi szerencse van, hogy akkor megússzuk, mert akkor lehet arra hivatkozni, hogy nyáron zárva van a játszóház, mert hogy nyáron kint kell lenni a kertben, és nem bent egy zárt területen. De hát télen néha muszáj elmenni játszóházba, és olyankor ez az a 2-3 óra sikítozás, ordítozás kombó, ahogy Hörbi mondja kombó, az annyira nem szeretem. De elvileg lesz torta. Én csak azért megyek. Elmegyek, megeszem a tortát, és jövök haza, kész.
De most ezt nem hallottátok, de a Norbi végre azt mondta, ma van a Zolta születésnapja. Hihetetlen. Egy hét alatt megtanulta a gyerek. Ez fantasztikus, erre iszom egy teát. Nem teszem, hogy a szép házikot én tettem. Mutasd! A kötyöre. Azta! Hol az ajtó? Ott. Aha. Mert van ott legolverek. Nagyon szép. Ott benne. Ezt elépítetted most? Az hátsó alá. Azt mindent neki. A pisolva meg jó lesz. Holnapra? Mármint, hogy estére. Ezt meg kidobom az ennyésből. Mi legyen az? Ebből egy láda, meg egy macska. Egy láda, meg egy macska? Igen. Milyen macska? Kinyitom a hátsóját. Vagy nem oldad el. Az nem macska. Nem. Az egy béka. Mutasd csak. Ez egy béka. Nem macska. A cica így néz ki. Itt a cica. Látod? Figyelj, ezt az üres chipses dobozt, és ezt meddig akarod még itt tárolgatni? Ezt minek? Minek tárolod? Van nagyon sokáig kell tárolod. De minek? Minek őrzünk szemetet? Nézzétek meg, tegnap ugye díszítettem, dekoráltam, itt vannak a dobozok, amikben benne voltak a díszek, neki ez kell, mert hogy ő ebből épít. Ez fantasztikus, úgy szeretek szemetet tárolni. Szerintem, én szeretek szemetet tárolni. Nagyon jó, de én csak vicceltem. Megint nem nyomom meg a gombot, de egyébként ez megint a rohadt szoftverfrissítéses kurva anyja. Kaphatnék valami reklámdíjat, vagy valami cuccot, valami fizetséget a Pickwicktől azért, mert itt reklámozom a zöldön már zöldtáját, mert nagyon-nagyon sokan írtátok, meg rengetegen küldtétek a képet, hogy megkóstoltátok. Kedves Pickwick, légy szíves, ízítsál nekem valami ajcsit, vagy legalább egy karton zöldtáját. Mit szólsz? Reklámozom tovább, de csak akkor, ha kapok. Hát ingyen nem. Hát miről beszélsz, Móni? Hát ez nem úgy megy. Ingyen ma már mit kapsz? Levegőt se, nem? A hihetetlen család. Ez a tegnapi. Ez a tegnapi. Nagyon szuper szívem. Na, összekészültünk, hát hajat akartam sütni, de süssen a jó Isten, nem volt hozzá kedvem. Semmi, úgyhogy igazániból csak kivasaltam. Majd legközelebb. Hova megyünk, Norbi? Gyatyóházba! Gyatyóházba! És kinek lesz a születésnapja? Szentelik az egyik. Zoltán, azt tudom, hogy a Zoltának az egyik, mit tudom én, postásának, a barátjának, a testvérének a Csók bácsi, Viszlát bácsi. Na, úgyhogy elindultunk a játszóházba. There's a feeling I remember from the time when I was young on the last days of December. Things I know our folks would not forgive. My time of the year. Oh, I know it's a lot to ask for a day to forever last. I could wash my jó!
találunk magunknak valami elfoglaltságot. Ne aggódjatok! És most jön a kedvenc részem, amikor is összeállnak bandába, és elindulnak, és futnak, és szaladsz utánuk. Hatszor körbejárod ugyanazt az útvonalat. Amikor elszólsz a saját gyerekedre, hogy ne dobáljon, erre jön egy másik, és dobál. Na! Folyik itt? Betétlapot töltötök? Vagy mi az Isten? Csücs vissza! És töltitek a betétlapot? Hazaértünk, hát nagyon nehezen tudtunk elindulni a játszóházból, mert természetesen a Manu még maradni akart, és nagy nehezen, hosszú tárgyalások árán, csirkefalatokkal lekenyerezvén sikerült őt elrángatni. Már majdnem kijutottunk a játszóházból, mikor is bemondták a hangos bemondóba, hogy Zolt a vendégeit várják a kisvonathoz, és én meg ez a... Már majdnem kijutott. Már majdnem kint voltunk. Úgyhogy akkor még vonatoztak egyet a gyerekek, aztán úgy jöttünk el. Szerettünk volna még hazafele venni karácsonyfát, de elkezdett esni az eső, úgyhogy ez elmarad, majd holnap vagy holnap után. Most megy az egy perces nyersz, ezt mindig meg szoktam nézni, meg a kódot is, nagyon-nagyon szeretem. Közben megeszem a kis sült krumplimat, aztán videót kéne vágni, de most még chill, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megfájdult a derekam, meg a talpam is ettől a sok rohangálástól. Ez az egyik kedvenc vetélkedőm egyébként, nagyon szeretem, olyan izgi. Volt a múltkor egy csaj, kisétált 6 millió valamennyivel. Nem volt valami túl hosszú a kódlista, viszont nehéz volt, arra emlékszem. És csaj húzta a rövidebbet, ez egy pár volt, házas pár, azt hiszem. A csaj kihúzta a rövidebbet, Balázs a srácnak ajánlott valami nevetséges ilyen 1,5 millió forintot, azt hiszem. Csaj ledarálta a kódlistát, de nagyon durván, kisétált a 6 millió valamennyivel, és kiderült, hogy a srác meg elfogadta Balázsnak az ajánlatát. És így csak 1 milliót vittek, csak idézélesen, csak 1 milliót vittek haza a 6 millió valamennyi helyett. Hát mondtam a Robinak, hogy szerintem ők külön autóval távoznak a műsorból. Tök jó, hogy megint nem nyomtam meg. Haha, az ma kísért, szóval. Macika már alszik, mint a bunda. Nagyon-nagyon-nagyon elfáradt. Nem nagyon kellett őt ringatni. Összeraktam a videót, meg zuhanyoztam. Szerintem megyünk mi is bubulni, már elég késő van. Elég volt a mai napból. Hosszú volt ez a játszóházas muri. De jó volt, Manu nagyon jól érezte magát, és igazándiból csak ez a lényeg. Vannak, akik szeretnek egyébként így játszóházba menni, így szülők. Hát nem tudom, én annyira nem, de ez még változhat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a fantasztikusan izgalmas két napon. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha nem, akkor így jártatok. Sajnálom, én minden tőlem telhetőt megpróbáltam megtenni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!